Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, és mindenek előtt köszöntöm vendégeinket, Rutka Ilkián Esztert és Nagy Zoltánt, és köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És ebben a fél évben a Radnóti Esték sorozatnak a tematikája a rokonság köré épül, tehát a rokonság fogalmát járjuk körül különféle tudományával, különféle kutatói szempontok megközelítéséből. A címből kiderült, hogy a Hantitól lesz szó. A Hanti elnevetésén azt gondolom, hogy a legtöbbünk számára ismerős, hisz a Hanti nép a magyar nyelv egyik legközelebbi rokonnyelvét, a Hanti nyelvet beszéli. És iskolai tanulmányai során azt gondolom, hogy mindannyian találkoztunk a Hantik nevével. És lehet, hogy ebből kifolyólag sokan azt gondolják, hogy a nyelvrokonságról fogunk beszélgetni, de nem ez lesz a mai estének a témája, hisz nyelvrokonságról másokkal is tudnánk beszélgetni. Viszont a két kutató, aki eljött hozzánk most erre az estére, nagyon speciális tudást és nagyon speciális tapasztalatokat és ismereteket tudnak közvetíteni. Úgyhogy mielőtt belevágnánk a témába, röviden szeretném bemutatni a két vendégünket. Rutkai Miklián Eszter, az Ötvös Lóránd Kutató Hálózat Nyelvtudományi Intézetének és Népfajtudományi Intézetének munkatársa jelenleg. Maradjunk ennél a régi névnél, igen, és 90-es években kezdte meg filmjurisztikai tanulmányait, és gyakorlatilag már első éves egyetemistaként elkezdte szibériai terek munkáját, és nagyon-nagyon sokszor jártként a Hantiknál, Szibériában. A beszélgetés előtt kérdeztem meg tőle, hogy összesen mennyi időt tölthetett a Hantik körében, és 6 év körül volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú időszak, és ezen belül talán a leghosszabb időszak, amit egyfolytában a Színyei Hantik körében töltött, az körülbelül egy év volt. A munkálatai során mindenképpen kiemelendő, hogy 10 éven keresztül a Zirci Reguli Múzeumnak volt az igazgatója, és nagyon sikeres kiállításokat alakított ki Zircen, és a 2019-ben volt a Reguli 200-as ünnepi év, tehát Reguli Antal születésének a 200. évfordulója, és ehhez kapcsolódóan számos rendezvénynek volt a létrehozója, szervezője és lelke. A Zirci Reguli Múzeum Reguli kiállítása pedig elnyerte az év kiállítása címet is. A másik vendégünkről is essen szó. Nagy Zoltán a Pécsi Egyetem néprajzi tanszékének és kulturális antropológia tanszékének a professzora és tanszékvezetője. Finnugor, magyar és néprajz szakot végzett, és ő is már korán a 90-es években elkezdte a kutatásait a Hantik körében. Majd elmondja ezt is, és elmondja Zoli is, hogy pontosan milyen Hanti csoporthoz jártak és járnak ők kutatni. És nyilván szó lesz arról, hogy a Hantik hatalmas területen élnek Szibériában, és mindenképpen egy kis lélekszámú rész népről van szó, tehát szélszórt Hanti csoportokról, külön Hanti népekről beszélhetünk. Míg Eszter az északi Hantiknál járt, addig a Zoli útja a keleti Hantikhoz, a Vasszirán mentén élő Hantikhoz vezetett. A PhD értekezését a Vasszugáni Hantiknak a napjaiban megfigyelhető kultúrájáról készítette. Hasonló témakörben készült a nagy doktori értekezése is, amelyet ebben az évben 2023-ban védett meg. Hát röviden azt hiszem, hogy itt lehet összefoglalni a egyébként rendkívül látványos és nagyon kalandos és mindenképpen izgalmas kutatói életpályátokat. És csak egy
rövid választ várnék arra a kérdésre, mert ez általában mindenkit szokott érdekelni, hogy mikor határoztátok el, és milyen okból azt, hogy éppen a hantikkal szeretnétek foglalkozni. Véletlenül. De tényleg, magyar szakos voltam, és finnuglisztikát kezdtem el tanulni, és ezért az hamar kiderült, hogy engem a nyelvészeti kérdésekben sokkal jobban érdekelnek más típusú kérdések, mint hogy az emberek mit csinálnak, meg hogyan gondolkodnak a világról. És egyszer csak nyílt egy lehetőség, hogy elmenjek Szibériában. De előtte volt egy dolgozat, ami a hantékról szólt, és tulajdonképpen ez a... Amikor felszálltam a vonatra, akkor még nem tudtam, hogy a hantéknak melyik csoportjához fogok lenni. És persze délekben, hogy az még lehetne játszani, de a lényeg az, hogy ez nem egy ilyen kora kisgyerekkorom óta típusú történet volt. Yeah. Hát én nekem sokkal egyszerűbb volt a helyzetem, mert amikor elkezdtem az ELTE-re a magyar és néprajz szakra járni, akkor az első év, második fél évében Schmidt Éva tartott a néprajz szakon egy magyar kultusz órát, és onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy kit és hogyan szeretnék hallgatni, és kinek a szavát szeretnénk követni, úgyhogy innentől egyenesít vezetett a finnugor tanszékre, és akkor a finnugor tanszék kirándulásával először Hantimaiszuszba, és akkor a következő évben belefült Kisnikről a Szibériába, és onnantól pedig mindig ő volt a bázis, és hozzámentem, és egyébként egy expedícióba egészen sokáig, nem a haláláig, mert a halál előtt elkezdtem egy elvidéken dolgozni, ahol először együtt voltunk, de aztán később egyedül, úgyhogy én nekem igen nagy szerencsém volt ezzel a pályaválasztással. Még a bemutatásokból kimaradt, és ezt most szeretném próbálni, hogy több monográfiátok is megjelent a kutatásaitokról és azokról a hangi csoportokról, ahol hosszú időt töltöttetek, úgyhogy essen erről is egy-egy szó. Eszternek két monográfiáját mutatnám meg, és itt vannak, úgyhogy a beszélgetés után, ha valaki szeretné, azt meg is nézheti. Az egyiknek a címe a testi-lelki rokonság, a színjai hangi rokonsági csoportjai, úgyhogy majd egy kicsit részletesebben bele is legyük, hogy a hangi rokonsági rendszert jobban megismerhessük. A másik, aminek a címe, az rejtélyesen és izgalmasan hangzik, amikor a láb elnehezül. A könyv azokról a szabályokról szól, amelyek meghatározzák a hantéknak a mindennapi életét, egy egészen bonyolult szabályrendszer, ami mögött egy nagyon összetett tisztaság koncepció húzódik. Tehát a hanti embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy mi az, ami tisztátalan, és mi az, ami tiszta, és mihez milyen módon viszonyulhatnak, és milyen szabályokat kell ezzel kapcsolatban betartani. A Zoli könyvei időben az őseink még hittek az ördögökben, ez a legelső, ez a PHD értekezésed is, ez a téma egyben, vallási változások a vasszugáni hantiknál, a nagydoktori értekezésednek a témája pedig ebben a könyvben jelent meg, ez az egy folyó több élete. Hantik és oroszok a nyugat-szibériai vasszugán mentén. Itt már a címben is látjuk, hogy nem csak hantikról van szó, hanem a hantikkal együtt élő más népcsoportok is ugyanúgy a kutatás részét kell, hogy képezzék. És akkor van még egy könyv a medvéről, ennek pedig az a címe, hogy Medvék, vadászok, történetek. Valószínű, hogyha egy férfi ember hosszú időt eltölt Szibériában a hanték körében, akkor kell, hogy találkozzon a medvével, ha nem is tényleg találkoztál medvével? Élőben nem, de legalábbis a rényével, vagy a fenyegetésével. Találkoztam volna kétszer, igen, és a medvéhez kapcsolódó mindenféle történetek és vadászok elmesélései és történetei találhatók meg ebben a könyvben. A mindegyik könyv tulajdonképpen az antropológiai
kultúra-antropológiai kutatásnak a résztvevő megfigyelő módszerét mutatja erősen, ami pedig azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egy népcsoportot jól be tudjunk mutatni, le tudjunk írni, megérthessük a társadalomnak a működését és a felépítését, arra nagyon sok időt kell szállni. Tehát nem elég, hogyha csak egy hétre vagy egy hónapra utazik el egy kutató, ahhoz, hogy sikeres munkát végezzen, ahhoz mindenképpen hosszú időt kell rászánnia. Zoli valahol le is írta a könyvében, ahol emlékszem, hogy kezdetben csodálkoztak ezen a maguk a hanték, hogy miért hagyta ott olyan sokáig, és hogy egyáltalán hogy engedtek el téged ilyen hosszú időre, és nem lesz baj belőle, hogy ilyen sokat vagy távol a munkahelyettől. De végül is megszokták a hanték is a jelenlétedet. Úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy mi az a plusz, amit hát nyilván rengeteg pluszt ad egy ilyen hosszú megfigyelés, és mi az, ami egészen más irányba vitt a sok esetben a kutatásaitokat, mint ahogy esetleg elterveztétek, annak köszönhetően, hogy ennyire hosszú időt töltöttetek ott. Hát ezt egy picit messziről kezdeni. Ugye amikor Magyarországról megindultak a kutatások Szibériában, a hantyúk és egyéb nyugat-szibériai nyelvrokon népek között, akkor egy egészen más területmunkaideállal indultak el a kutatók. Akkor ez az expedíció típusú területmunka volt, nyilván egészen más célok vezették őket, valahogy a kultúrából az érdekelte őket, hogy hogy lehetne minél pontosabban bemutatni azt, hogy mi rokonok vagyunk, és ezt mutassuk ki kulturális téren is, és ehhez egy másfajta tudásra volt szükség. Tehát az ő céljuk az volt, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb területet járjanak be, minél több emberrel találkozzanak, és feltegyék azokat a meglehetősen konkrét kérdéseket, amelyek őket érdekelték. Megnézzék azokat a tárgyakat, megvásárolják őket, lefotózzák őket, lerajzolják őket, stb. De ekkoriban nagyjából az egész világban ez egy meghatározó munkamódszer volt. A 1910-es évektől kezdődően a kulturális antropológiában, hát itt néprajzosok is vannak, azoknak ez nyilván teljesen tudott dolog, egy más területmunka ide alakult ki, amelyik hát arra épített, hogy ha minél többet kell az adott csoporton belül eltölteni, hogy hát első kézből szerezik meg azokat az információkat, amiket később elemezni fogunk, és ezeket a saját emberi kapcsolataikon keresztül tárjuk fel. Amikor először terepre mentem, akkor én még nem voltam néprajzszakos, finnugor szakos voltam, és nem sok elképzelésem volt arról, hogy hogyan kellene. De tegyen közelebb a számhoz, akkor jobban látszik. Jó. Nem nagyon volt fogalmam arról, hogy hogyan kellene terepmunkát végezni, és ezt az első terepmunkámat nem is igazán tekintem antropológiai terepmunkának. Mint ahogy azt gondolom, hogy az első könyvben is azért erőteljesebben élünk a finnugor néprajzi vonalban is egy antropológiai történetben. És a 98-99-es terepmunkámon próbáltam ezt az ideát megvalósítani, hogy minél hosszabb ideig legyek jelen. Akkor 7 hónapot voltam ott, és én összesen körülbelül 2 évet voltam. Tehát az Eszter jóval többet tartózkodott ott. Amire utalsz, az valóban így volt, tehát hogy a helyieknek meglehetősen furcsa volt ez az egész szituáció, hogy enged el a munkahelyen, hogy enged el a családom, hogy engednek be ilyen sokáig Oroszországban, és így eleve furcsa volt nekik ez a dolog, még azoknak is, akiknek volt terepmunka rutinja, tehát találkozott már kutatókkal, akik az orosz munkásztudományban a mai napig egy másik terepmunka ideál uralkodik, ugye ezeket a munkahelyükről csak nyaranta engedik el kutatásokra, tehát hogy minden évben 2-3 heteket, 1 hónapokat költenek egy terepen,
és az emberek erre vannak szocializálódva, úgyhogy ezt akkor állandóan magyaráznom kellett, hogy én mit csinálok ott. De ahogy megértették arról, az a kedvenc történetem, ami benne is van a könyvben, hogy 99 májusában, amikor én eljöttem a terekből, nagyjából ugyanazon a napon egy angol egyetemista lány ment ki az én terepemre Tomsból, szinte váltottuk egymást, és nagyjából ugyanazokat az embereket kereste föl. Hát Vladivostoktól Tobolszkig végig utazta a Szibériát egy hónap alatt, és a szibériai népek gyereknevelési szokásairól írt egy szakdolgozatot. És amikor visszajött utána, én akkor még néhány hetet maradtam Tomszba, ő is visszautazott Tomszba, találkoztunk is, és elmondta, hogy hát tönkretettem a terepmunkáját, mert hogy bárhova ment beszélgetni, akkor ott mindig ilyen, hát ilyen válveregetően, hogy jaj, kislány, nagyon kedves, hogy hát ezt nem így kell csinálni. Ide kell hozzánk jönni, itt kell lakni, és akkor te megnézed, hogy mit csinálunk, hát ennek semmi értelme, hogy elmeséljük. Tehát azt gondolom, hogy ezt ők is megszokták, és utána a későbbi terepmunkája az már az ugyanebben az antropológiai keretben zajlott. Na, félig elfelejtettem, mi volt a kérdés, de vannak is mesélek. Hosszú részben megjegyelésről. Igen. Ugye miután nekem a lehet, hogy diákként, tehát én 20 évesen voltam kint, először az Zoli is körülbelül annyi volt, szerintem először kikerült, de rögtön a Schmidt-tévához mentünk ki, akkor még ketten Oszkobeán valaki nyelvész, és én előtte az évától már elkezdtem hantit tanulni valamennyi, de hát ez egy ilyen bevezető kurzus volt többünknek, akik ugye mielőtt kikerült Szibériába, akkor én egy gyors talpaló tanfolyamot tartott, hát azt hiszem, hogy én voltam a legkitartóbb diák, és mondjuk addig eljutottam, hogy hova mész ki, és tudtam már, hogy az egyetemre megyek, és akkor az év volt. Hát te tudsz hantiul, tehát nagyon, nagyon inspiráló volt. És amikor kikerültem, akkor is nyilván az első években vele együtt mentem expedíciókba, aminek ugye van nagyon sok előnye, meg valamennyi hátránya is. Tehát igazából ugye az Éva kiválóan beszélt hantiul is, és manchul is, több hanti nyelvjáráson, én pedig ugye egyiken se beszéltem, nokdacu oroszul se beszéltem elég jól. Úgyhogy én tulajdonképpen ott egy ilyen űrlényként, leginkább fotografálással töltöttem az első expedíciót, mint rendes néprajzos, tehát ledokumentáltam a halászatot, a kéregedény készítést, a bogyószedést, mindenfélét, és ez szerintem egyébként rendjén is volt a maga módján. És igazából, amikor ott maradtam egyedül egy családnál, mert a Schmidt-Éva és az Oszkóba elutaztak, mert a Beának haza kellett jönni, és az Éva bekísért a városba. Igazából én nekem az volt egy ilyen bemerítés, tehát hogy akkor ott maradt el egyedül, és muszáj volt megtanulni, és hát akkor az alap, az egy hónap alatt elég jól sikerült az én alapkommunikációba a kazimi hanti nyelvjárást elsajátítani, és innentől nyilván más lett a történet, tehát az ember tudott beszélni is, meg hát így híre ment azért, hogy én mindig szerettem kézimunkázni, tehát mondjuk a résztvevő megfigyelés az nekem a kézimunkázásban is megjelent, nem csak mondjuk az együtt halászás, vagy együtt halpucolásban, meg nem tudom mire. És akkor ezzel aztán egy ideig ez így jól ment, mert oda visszamentem három nyáron keresztül, de a harmadik nyár az ugye, mert egyébként egyetemre jártam, tehát ilyen nyáron tudtam menni. És a harmadik nyáron ott már olyan családi konfliktusok voltak, ez egy családról beszélünk az erdő közepén, ahol egyszerűen nem lehetett megmaradni, tehát hogy ott oda nem hiányzott az ember még pluszba tehernek. Úgyhogy azért azt is mindig észre kell tartani, hogy hát ugye az üzemben még mindig megpróbáltuk fordítva, hogy az én családomba beesne valaki, hogy akkor azt akarja figyelni, hogy mit csinálunk, akkor az milyen. Tehát ott éppen nem volt olyan szituáció, pedig akkor azt hiszem egy fél éves ösztöndíjam volt, és a PhD témám gyönyörűen ki volt találva, kognitív elemzés a térhasználatból, egy némi világkép összehallára ki volt találva, csak nem lehetett ott maradni. És akkor jött a mentő ötlet, vagyis hát az újratervezés, ugye éván áll az intézményében, ottan elszöszöltünk ezzel egy hónapot, hogy mi legyen, hogy hát hazajönni az ember nem akar dolga végezetlenül, de teljesen át kell gondolni, hogy mi legyen a következő lépés. És akkor volt az, hogy az évának volt egy nagyon klaszterre, akkor még ezt nem jött a legkésőbb, ebből egy egész koncepciót alakított ki,
mégpedig egy ilyen kampányszerű nyelvjárásgyűjtő tervet dolgozott ki, ami hát ugye egy nyelvészeti projekt, meg egy nyelvtanuló dolog, és az volt a lényege, hogy tényleg ott nagyon ketyegett már az óra, hogy a még anyanyelvű szintű beszélők mikor fogynak el, és hogy a meglévő nagy hanti szótár és a meglévő nagy mansi szótárat fogjuk föl kérdőinknek, és ennek a segítségével gyűjtsünk az emberektől anyagot, nyilván nem csak az egyes szavakat, hanem azoknak a magyarázatát, és ezáltal egy olyan kötetlen magyarázat sort, ami egyben ilyen, akkor már az asszociációkra is, meg az egész kultúrára is vonatkozik. Na most ugye ez a koncepció nyilván olyan embereknek szól, nem olyanoknak, mint én, hanem anyanyelvű beszélőknek, mert ők tudnak egy olyan beszélgetést folytatni, ami kellőképpen szabad tud lenni ahhoz, hogy működjön. De én egy ilyen pót eset voltam, tehát akkor eldöntöttük, hogy én a Szinnyen folyóhoz fogok utazni, a kazinról, ahol az Éva is dolgozott, és ahol ez a család lakott, ahol korábban voltam. A Szinnyen mi korábban voltunk egyszer két hetet az Évával, és hát paradicsomi állapotok uralkodtak. Tehát a Szinnyen vidéke az egy egészen klasszikus, hagyományosnak mondható terepelekben az Olyéval, ami egyáltalán nem. Tehát, hogy én egy ilyen ideális néprajzi leírásokból ismerhető terepen éltem az életemet, sokkal kellemesebb volt, mint mások ilyen szempontból. De hát nyilván így is nagyon hasznos, és hogy akkor erre a nyelvjárásra legyen az a beugróm, hogy itt tanuljam meg a Szinnyei hantit, hogy fogtam a nagyszótárt a hónom alatt, lefénymásoltuk az Évával, elmentem a faluba, hosszas válogatás után kiválogattam egy nénit, aki tudott is hantul és hajlandó is volt ekkora munkát elvégezni, és az azt jelentette, hogy én mondjuk reggeltől délutánig ültem a szótár következő 20-30 oldala fölött, olvastam, jegyzeteltem, hogy mit kéne kérdezni, és akkor este elmentem hozzá, és két órán keresztül vettem fel azt, amit beszélgetünk. És olyan szempontból más lett az anyag, mint az Éva terve volt, hogy ugye én annyira hülye voltam, hogy nem értettem semmit szinte az egészből. Tehát addig kellett magyarázni, amíg megértettem. Ilyen szempontból viszont ilyen revival célra kiválóan alkalmas az anyag, mert bárki, aki ugyanannyira nem tud semmit, mint én, ennek a segítségével meg tudja tanulni a hanti nyelvet, különös tekintettel a Szinnyei hant ifjúságra, hogyha egyszer kedvet kapnak rá. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy nagyon is hasznos volt. Hát nekem mindenképpen azért elég sokat megtanultam a Szinnyei hanti nyelvből, és a Steinitz szótárt is betéve tudom lassan, ami nagy haszon, mert én csak úgy kereskedni benne, nagyon reménytelen vállalkozás, egyébként zseniális, és amikor olyan ritka szót hallottam azóta is, hogy mondtam, hogy na ez biztos, az is benne van a Steinitz szótárban, szóval minden benne van, ami benne tud lenni, elképesztő. És én matek tagozatos voltam korábban, és azért a nyelvész és a matematika elég közel áll egymáshoz, hogy a hanti nyelvjárások azok így egymásból kicsit eltérnek a szomszédostól, és erre megvannak a tök egyszerű hangtani szabályok, hogy ezt így mondják, ott a következő meg kicsit olyanabbul. Tehát ami nem volt, a Steinitz szótárban alig volt Szinnyei hanti anyag, hiszen alig volt Szinnyei anyag fölírva addig, vagy lejegyzetelve addig, úgyhogy nekem ki kellett találnom a körülbelül is, mert a Steinitz azért írt egy Szinnyei hanti nyelvtant, hangtannal, tehát a környező nyelvjárásokban ki tudtam sakkozni, hogy is hangozhat Szinnyeiból, és akkor föltettem a kérdést. Na most a pocsék kiejtésemből adódóan ez azért nem volt mindig egyértelmű a nénének, hogy mit is kérdezek, de aztán egész jól haladtunk, tehát nagyon ritkán kellett az orosz jelentést elővenni, hogy mégis valami értelme legyen a dolognak. Lényeg az, hogy én ezzel aztán ott a Szinnyei hantiba bele ástam magam, és hát akkor ott persze ez alatt a aztán 3 hónap volt akkor, ami így a fél évben maradt hátra, az alatt ott a kapcsolataim is szépen fejlődtek, úgyhogy onnantól kezdve aztán oda jártam vissza, és akkor ott elég lehordulni szemettelmet. Visszaragadtam a mikrofont magamnak, mert közben eszembe jutott a kérdés második fele. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy az ember hosszú ideig próbálok lenni, de hogy milyennek az értelme. Amikor először terepre mentem, akkor én azt gondoltam, hogy valláskutató leszek. Ezt mutatja az a PhD disszertációm, és engem akkor az érdekelt jobban, de azt kell mondjam, hogy ez egy picit így megerőszakolása volt az anyagnak. Igazából a Vasszigen folyó mellett ez nem volt egy annyira fontos kérdés az emberek számára. És pontosan erre jó a hosszas terep, mikor van egy Max Lachmann nevezetű antropológus, aki
Hát ezt a bombót mondta, hogy kövess az orrod bárhova is vezessen az, szó szerint kövess az orrod bárhova is vezessen az. Tehát, hogy ha az ember sokáig ott van egy terepen, akkor egy idő után észreveszi azt, hogy az embereknek mi a fontos. Miről beszélnek sokat, mi érdekli őket, és hogyha tényleg az érdekli őt, hogy most ebben a időpillanatban mi történik azon a terepen, akkor ezekkel a kérdésekkel kezd el foglalkozni. Tehát ezért lett számomra ilyen kiemelt kutatási téma a halászat és a vadászat, mert hogy a férfiak azok hát zömében erről beszélgetnek, és emiatt lett a medve is a kutatásomnak a témája. Egy idő után azt is észrevette az ember, hogy rendkívül fontos kérdés az, ami még ez tehát a programnak a kiírásában is van, hogy most akkor kik is vagyunk, hogy most hantik vagyunk, vagy micsodák vagyunk, hogy viszonyulunk a többségi társadalomhoz. Úgyhogy elkezdtek az etnicitás kérdések is érdekelni. Egy idő után rájöttem arra, hogy teljesen fölösleges és helytelen is kivesztülálni a helyi társadalomból a hantikat, és úgy csinálni, mintha ők egy kompakt csoport lenne. Úgyhogy elkezdtem a többségi társadalommal való kapcsolatrendszerükre is erőteljesen odafigyelni. Másrészt pedig egy csomó olyan dologgal is találkozik az ember, ami rettenetesen zavarja. És igazából a nehéz, vagy ilyen zavaró kérdések feloldásában is nagyon sokat tud segíteni, hogyha az ember ezeket a kérdéseket, kutatási kérdését távolítja magától, és így lett a kutatásainak az egyik fő témája a helyieknek a viszonya az alkoholhoz, ami igen meghatározó téma. Illetőleg mivel, hogy ott reggel ébredés után az az első mozdulat, hogy bekapcsolják a tévét, és éjszaka mindig én kapcsoltam, mert ők elaludtak a szóló tévé mellett, ami ugyancsak halálos idegesítő volt, tehát így lettek ilyen témák is, mint például a televízió kapcsolata a hanti kultúrában. Tehát, hogy ez, szerintem ez az egyik értelmen hosszú tárgyal. Akkor én is visszaveszem és elmondom, hogy nekem a tisztaságos könyvem az alapult azon, hogy ott ugye hosszasan voltam mondjuk háziasszonyként is és szomszédasszonyokkal ellátva, tehát az, hogy egy nő hogyan működhet a térben, az meghatározó volt, meg elvárás is, úgyhogy is meg kellett tanulni, hát akkor leírt az ember. Arról még nem esett szó, hogy tulajdonképpen Zoli, te olyan vidéken voltál a Vasfüggel mentén, ahol hanti nyelvet már nem is beszélnek az emberek. Tehát, hogy egy egészen másfajta hanti társadalommal és hanti kultúrával találkozhattál, mint amivel Eszter ugye az előbb is említette, hogy ott még ilyen idilli állapotokat is találhatott. Ott a szinjai hanti nyelvet beszélik, és nyilván ennek az eredménye is az, hogy te elkészítettél egy ilyen úgynevezett szinjai hanti értelmező szótárt, mert ezt nyugodtan nevezhetjük egy értelmező szótárnak is, amit ott akkor összegyűjtöttél. Hogy egy kicsit a rokonság felé kanyarodjunk, vennék akkor egy olyan irányt a finnugrisztikába, a finnugor néprajz kutatásokba, a rokonsági kutatások területén a hanti társadalom mindig is kiemelt kutatási terep volt, hisz több kutató is foglalkozott a hantéknak a rokonsági rendszerével, ami külső, akár egy ilyen európai szemlélő számára rendkívül bonyolultnak tűnhet. Ezzel szoktuk is foglalkozni finnugoros órákon, és Steinitz neve már elhangzott, ugye, akinek van egy nagyon-nagyon fantasztikusan jó és részletes hanti dialektológiai szótára, és ő végzett rokonság terminológiára vonatkozó kutatásokat, és Eszter, miért pont a rokonság, vagy miért gondoltad, hogy ezzel a területtel szeretnél foglalkozni, ha már a térrel nem lehetett? Hát igazából ez, én azt gondolom, hogy az én végülisem a disszertációmat, ez a színjelentő rokonsági csoport, hogy ez egy beugró. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy az ember megismerte volna, hogy ki kicsoda és milyen viszony van a másikkal, akkor nem lehetett semmit csinálni. Tehát, és ráadásul, amikor ez úgy először kezdtem ismerkedni ott a színjaiakkal, akkor érdekes módon pontosan, hogy az úgy nézett ki,
hogy az, amit ott az ember lát élőbe, az teljesen megfelel annak, amit a szakirodalom ír erről, tehát nem csak a Steinitz-féle rokonsági terminológiának, hanem a Valery Cserneczov nevével fémjelzett nemzetségi társadalom leírásokkal, ami ráadásul nem is csak nemzetségi, hanem úgynevezett fratriális rendbe is sorolódik, ugye, tehát, hogy a nemzetségek két nagy csoportba besorolhatók, az egyik a mosfrátria, a másik a porfrátria, ezen belül vannak nemzetségek, ezek egymás között mindig a másik frátriából házasodnak, és akkor a nemzetségre volt a Cserneczovnak egy definíció, hogy a nemzetség az az, akiknek közös csoporttudatuk van, csoportnevük van, vezetéknevük, saját falujuk, saját temetőjük, saját kultuszuk, tehát van egy ilyen saját önmagunkon belül reinkarnálódnak, mert a antiknál az is van. Tehát, hogy egy ilyen szép definíciós rendszere volt a Cserneczovnak, vagy már ott a leírásban is az embernek voltak némi kételjei, tehát ez a vérrok, és ennek az alapja a vérrokonság, hozzá kell tenni, ez a vérrokonságon alakuló nemzetségnek az egyik ilyen rátelepülő jegyeiről beszélünk. És akkor én azért kezdtem, tehát én azt gondoltam, hogy először láttam az ő kezdetű kirajzolót, hogy hát milyen jó, hát írok egy ilyen leírást, hogy nem fel a szakirodalmat, tehát olyan egyszerű és szép lesz, és gyönyörű, és valódi, és élő, és akkor ezt elkezdtem kapirgálni, hogy hogy is van, és akkor persze kiderült, hogy igen, persze vannak falvak, meg vannak nemzetségek, mindenféle, de hogy azért ez egyáltalán nem egy ilyen szigorú rendszer, ahogy elképzeljük. Úgyhogy én nekem tulajdonképpen arról szól a könyvem, és hát hoztam néhány ábrát, nem tudom majd, hogyha használjuk-e, hogy tényleg milyen is az a nemzetség, de hogyha van egy definíció egy nemzetségre, akkor az a valóságban mennyire nem hasonlít arra, amilyen. És hát a végén aztán csináltam egy ilyen sematikus ábrát, ami ugye azt mutatja, hogy ahhoz képest, hogy két csoportban állnának kis tojásokban a nemzetségek, ehhez képest így össze-vissza kapcsolódnak egymáshoz, de azért valami csapás irány van. Tehát a szinnyaiaknál igenis van két csoport, és azonban vannak nemzetségek. Az viszont egyre valószínűbb most másrészt nyilvánvaló, hogy ez az egész újugor társadalomra, ahogy a Cserneczov leírta, nem igaz. Tehát ez bizonyos területeken nagyon fontos és igaz, és máshol pedig nem igaz. A keleti antiknál eleve, ha van is tagozódás, az is hármas és nem kettes. Tehát, és van, ahol pedig nincs is ilyen fontos szerepe. Ez ugye volt egy kutató Zója Szokolova, aki hát Cserneczov tanítványának hallotta magát, és ő írt erről nagyon sokat. Szerintem az egész könyvben logikai hibán alapul, mert elkezdte azon a területen, ahonnan Cserneczov szépen kimutatta ezt a kétfelé oszlást, hogy kikivel házasodik. És akkor, ha ez mos, és ezzel a kovácsok mosfrátria, a tótok porfrátria, ezzel házasodik, akkor az a másik frátria. És ilyen házasodási adatok alapján tulajdonképpen egy ilyen dominót épített föl, de hát közben semmi ok nem volt arra, hogy azt gondoljuk. És akkor kivetítette ezt már olyan területekre, és ahol nem voltak ilyen adataink a frátriákról. És ezzel aztán, ugye, hogy ez a duális, frátriális rendszer ugye a szakirodalomban nagyon nagy hangsúlyt kapott, innentől kezdve, hogy nehéz most lesz levakarni azokra a területekről, ahol tulajdonképpen sose volt nyoma. Viszont ez se teljesen igaz, mert hogy a mos és a por frátria megnevezése az a folklórban is meg szokott jelenni, és ezért tulajdonképpen egy kérdés, hogy fordítjuk. Tehát mi magyarul mos és por frátriának mondjuk, de amikor a mesékben megjelenik a kismos nő, meg a kismos férfi, meg a kispor nő, akkor tulajdonképpen a mos az ugye a magyarnak megfelelő szó és a mesét is jelenti, és például a hantik oroszra nem kismos nőnek, hanem fordítják, hanem Málenyi-Pejeszkázocsnaja Zsénsinának, tehát a kismesebeli nőnek, ahogy egyébként Munkácsi Bernek és a regebeli asszonynak fordította. Csak ugye Munkácsi előbb volt, mint Cserneczov, és Cserneczov volt ez a mos és por elkülönülés, ez egy elég meghatározó ilyen alaptétel az agyunkba. Tehát, hogy ezen is van mit gondolkozni, mert biztos, hogy van benne valami, csak kérdés, hogy mekkora az érvényességi területe. Na, szóval én körülbelül ezzel foglalkoztam, mert azt mondom, hogy ez a belépő, hogy ez világos legyen, és utána lehetett mondjuk a női tisztátalansággal is már foglalkozni. Én azt gondolom, hogy van mindenképpen nézünk rá ezekre az izgalmas ábrákra, de még előtte Zolit megkérdezném, mert ugye ez egy egészen más terület, más hanti kultúra, ahol te voltál, vagy éltél is, hogy ez a frátriális rend a vasszigányi antik esetében is még
létezik, egyáltalán számon tartanak-e frátriákat, vagy hogy ott a nyelvvel, kultúra más területeivel együtt esetleg eltűnt? Hát mielőtt erre bármit mondanunk, bármit mondok a vasszigáni hantikról, el kell mondani, hogy ez teljesen más, mint az összes többi hanti csoport. Bár ezek a különbségek egyre inkább halványulnak szerintem. Azért tekintettem őket teljesen másnak, mert hogy ők egy másik közigazgatási egységben élnek, amit most Tomszki megyének neveznek. Egy időben Marini Krajnak nevezték ezt a területet, és ha valaki egy picit is ismeri Oroszországnak a történetét, akkor tudja azt, hogy ez a Marini Kraj, ez egy az egyik ilyen központi pontja volt a sztálini kitelepítéseknek. Tehát kezdve a 30-as években a kulákosítás, vagy kuláktalanítás még inkább, és a 40-es évektől pedig már az etnikai alapú kitelepítéseknek az egyik célterülete volt. Tehát hogy itt igazából ezt úgy képzeljük el, hogy mikor a 20-as évek közepéről van egy statisztikai adatunk, hogy a Vaszigán folyó mellett élt körülbelül 2500 ember. Ezt pontosan nem tudjuk, hogy 31-től 46-ig összesen hány embert telepítettek ki. Érthető okokból nem tudjuk, tehát nyilván próbáltak is egy csomó adatot eltüntetni, meg nem is lehet mindent pontosan tudni. De hogyha megnézzük, csak egy évet megnézünk, 32-t, akkor 32-ben majdnem 50 ezer embert telepítettek el a folyóra. Tehát egy 2500 lakossági folyóra rá telepítettek 50 ezer ember, ami még akkor is egy brutális szám, hogyha ezeknek körülbelül a felem az rövid belül meghalt. Tehát itt egy olyan kultúráról beszélünk, amelyik 10 év alatt meghatározó kisebbségből, meghatározó többségből elnyésző kisebbségé vált. Hát ha van olyan, hogy kulturális sok, akkor ez azt gondolom, hogy az. És ez kicsit megspékelve azzal, hogy közben kitört a második világháború, aminek következtében gyakorlatilag egy férfi generációt elveszítettek, jött a kórhozosítás, stb. Tehát itt, amivel én találkoztam, az egy olyan világ, amire leginkább azt lehet mondani, hogy nyomokban hantit is tartalmaz. Tehát, hogy igazából egy nagyon kicsi hanti kisebbséggel találkoztam egy nagy többségi társadalomban, ráadásul ez a hanti kisebbség, ez nem, tehát hogy ezek nem ilyen szépen elváló határok, amit az Eszter is mondotta, ezek a csoportok, ezek soha nem kompaktak. Tehát itt vegyes házasságok voltak, egyáltalán az embereknek a gondolkodása arról, hogy ki hanti, ki nem hanti, erről mit gondoltak a hantik, mit gondoltak az oroszok, ez egy nagyon zavaros dolog és nagyon érdekes dolog. De hogy itt azzal a típusú rokonsági rendszerrel nem találkoztam én már, amivel az Eszter találkozott. Pontosan ezzel nem is találkozhattam volna, az Eszter is említette, hogy itt egy háromas osztatú rendszer volt, ami szerintem nem működött annyira szigorúan, mint a két osztatú, de lehet, hogy csak visszavetítem az általam megismert időszakot, akkor ennek már gyakorlatilag nem volt semmi jelentősége. Ha az ember ezen egy picit molyolt, akkor 50-es évek belül kutatásokban még lehetett erre viszonylag szép adatokat találni. Egy-két ember talált, akivel töredékesen lehetett erről beszélni, de hát ahogyan teljesen természetszerű, és ugye ez a hosszú idejű terepmunkának a lényeg, hogy az Eszternek egy kincs témájává vált, ez nekem egy teljesen huszadrangú kérdés volt igazából, mert hogy nem ezt határoztam az embereknek az életét. Akkor még mielőtt rátérnénk itt, hogy milyen is valójában ez a rokonsági rendszer, még Zoli tőled kérdezem, hogy ha már nincs nyelv, ennyire elenyészővé válik egy népcsoport, akkor gyakorlatilag
mi a honti identitásnak a meghatározója egy ilyen csoport esetében? Mitől érzik ők magukat hontinak, vagy milyen alapon választják el magukat mondjuk az oroszoktól, vagy más élő környező népektől? Amikor elindultam 92-re terepre, nem sokkal előtte olvastam, vagy a valóságban, vagy a világosságban jelent meg egy orosz töltől egy tanulmány, amelyik arról szólt, hogy a vasszibányi hantik már kihaltak. Na most ez az emlék nem volt nagyon motiváló, amikor a vonaton megtudtam, hogy a vasszibányi hantik közé fogok menni, és ez így rengetegszer visszajön az életembe, hogy milyen furcsa, hogy én valójában olyanok között kutatok, akik már régen nincsenek bizonyos felfogások szerint. Tehát, arról nagyon sokat lehetne beszélni, hogy ki az a hanti, és igazából én azt gondolom erről, hogy ez nem a mi dolgunk megmondani, hogy kit tekintetünk hantinak, meg kit nem. Igazából mi számít? Az számít, hogy kik azok az emberek, akik azt mondják magukról, hogy hantik. Illetőleg itt nem is ezt mondják magukról, hogy hantik, hanem azt mondják magukról, hogy osztjákok. Tehát amit mindenhol tanulunk, hogy a külső név az rájuk nézve dehonesztáló, ez sem működik a szüven mellett. Ők is osztjákokként beszélnek magukról, amikor oroszul beszélnek, már pedig most már szinte mindenki, sőt, most már mindenki oroszul beszél. Hantiul persze van ennek egy szép neve, Kantakú vagyok, Hanti férfi vagyok, de hogy oroszul mindig az osztjákot mondták magukra, tehát egyrészt az egy érdekes dolog, hogy kitartja magát osztjáknak, másrészt pedig, hogy a többségi társadalom kit tart osztjáknak, és aki bélyegez osztjáknak, mert hogy ez egy, nem egy nagyra becsült kisebbség, hanem kifejezetten egy marginalizálódott, rumperizáltnak tekintett kisebbség, és ezt igazából stigmaként is rakják az emberekre. Ha rövid választ kell adni, és ez nyilván az az alkalom, amikor rövid választ kellene adni, akkor azt mondanám, hogy igazából két olyan dolog van, ami rendkívül fontosabb van, hogy kit tartanak hantinak, vagy kit nem tartanak annak. Az egyik az erdőhöz való viszony, erdőhöz, vadászathoz, halászathoz, állatokhoz való viszony, amiben a hantik egy picit ez a... Ugye ez az idealizált vadember kép, hogy ők ügyesebbek a többségi társadalom tagjainál az erdőben, ők ügyesebben mennek a havon, jobban tájékozódnak, ügyesebben vadásznak, stb. Több időt töltenek az erdőben, ezt lehetne részletezni. A másik pedig pontosan az alkohol. Tehát az az orosz társadalom, amit mi a saját társadalmunkhoz képest egy ilyen alkoholban úszó társadalomnak képzelünk el, bár szerintem sem panaszkodhatunk. Az orosz társadalom az kifejezetten a hantikat, tehát az osztjákokat tekinti egy olyan népnek, amelyiknek egy ilyen állandó jelzője a részegesség. Ezt is lehetne különböző módokon finomítani ezt a dolgot, de a lényeg az, hogy itt egy stigmáról van szó, amelyiknek egy nagyon erős markere az, hogy mi azt gondoljuk róluk, hogy itt nálunk sokkal többet isznak. És egyébként ez csak egy gyors kérdés, hogy valóban többet isznak, mint az oroszok, vagy kevésbé bírják az alkoholt? Az, hogy kevésbé bírják az alkoholt, az biztosan így van. Tehát ez a bizonyos alkohol dehidrogenáz enzim, az bennük nem nagyon van meg, és hamarabb berúgnak élni. De nem ez a biológiai része a fontos a dolognak. Vannak különböző, eleve erre nehéz statisztikát készíteni egy olyan társadalomban, ahol nehéz azt megmondani, hogy ki az osztják és ki tartozik a többségi társadalomhoz. De olvastam már olyan statisztikát is, amelyik azt mondja, hogy igen, ők nagyon sokat isznak, bizonyos alkalmakkor, mondjuk, hogyha még egy tradicionális életet élő társadalomról beszélünk, akkor pontosan azok az alkalmak, amikor a többségi társadalommal találkoznak, azok az ilyen alkoholos időszakok, a vásárlók időszaka régen, a bevásárlások, adózás időszak, hogy ezekben az időszakban nagyon sokat isznak, ami egyébként egy tudatos technika is. Arra az inni tudásnak egy technikája, hogy a rendelkezésünkre álló véges alkoholt minél előbb fejezzük be, mert utána megszabadulunk tőle, és akkor csinálhatjuk a dolgunkat. Viszont azokban
az időszakokban, amikor a bolt messzebb van, amikor nincsen nálunk kereskedő, akkor nem hiszlak, mert hogy nincs. Tehát ez is egy tudatos szabályozás, hogy milyen messze költöznek a falvaktól. Ilyenkor viszont nem hisznak, úgyhogy olvastam olyan statisztikát, ami azt mondja, hogy egy évre vetítve valószínűleg az oroszok hisznak többet. Csak más stratégiával. Ez most csak egy kis elkanyarodás volt. Talán majd a tavaszi fél évnek a tematikája az alkohol lesz, és akkor újra meghívunk benneteket. De most menjünk vissza a rokonsághoz, és Eszter, nem tudom, hogy valamelyik ábrát kivetíthetem el, hogy egy kicsit merüljünk el benne. Nem kell, mert én felállok szerintem, hogy kell, csak ez szóljál, hogy igen. Jó, tehát az a lényeg, hogy így néz ki egy falu, és akkor utána haladjuk tovább. Tehát igazából én egy ilyen nagyon kis sematikus ábrát készítettem, nem olyan régen, aminek tulajdonképpen az elején semmi köze van tékhoz, hanem egy közönséges, patrilokális, nemzetségi társadalomnak a sémáját látjuk. Mondjuk van egy folyó, és annak a mentén vannak falvak, és akkor menjünk tovább szépen, most így viszonylag pörgősen lehet nézni, és akkor ugye minden faluban laknak családok egy normális családfa ábrával, ugye van apa, anya, ugye az apa férfi, az anya nő, és a gyermekek pedig gyermekek. Na, menjünk tovább, és akkor most megkiderül, hogy azért az apák tudnak pirosak is lenni. Tehát, hogy így mondjuk egy olyan, tehát ahogy mondtam, hogy ez a nemzetségi szervezet, ennek az alapja azért a vérrokonságnak legalábbis a képzete, nem felül egy kimutatható vérrok, tehát egy családfa struktúra, de legalábbis a tudata annak, hogy vérrokonok az emberek. Tehát itt egy olyan falut látunk, ami mondjuk nevezzük a piros férfiaknak a nemzetségi falva, tehát látjuk ugye, hogy a férfi, aztán ugye a felesége az máshonnan van egy fia, ugye, aki ugyancsak abban a nemzetségbe tartozik, és a lányok és a fiúk ugyanebben a nemzetségbe tartoznak. És akkor utána viszont, ha ezt megnézzük egy másik falura, akkor ugyanez, hát mondom, hogy Pepitába, de azt hiszem zöldbe van megrajzolva, nézzük csak. Igen, tehát ugyanezt, tehát a következő faluban ugyanez csak zöldbe, és akkor menjünk tovább. Viszont, ja igen, és akkor így vannak ugye a pirosabb falva, a zöldebb falva, a sárgáké, a kékeké, majd most kicsit didaktikusra csináltam, de szerintem cuki. És akkor azt látjuk, hogy itt az egyszínű férfiaknak különböző színű feleségek tudnak lenni. Tehát ugye bárhonnan, mondjuk azt, hogy bárhonnan ez egy kérdés a brátriális rendszer függvényében, de ugye, hogy bármilyen feleség lehet, csak piros nem, ugye értelemszerűen. Tehát ezért mindenféle színű feleségek bukkannak itt föl, akik hoznak közelebbről vagy távolabbról. Igen, mert tovább ugyanez a másik faluban is, és akkor most menjünk a következő diára, mert igazából engem aztán az érdekelt, hogyha ezt megnézzük, ezt az ábrát, akkor ugye azt látjuk, hogy a nagymamák, az anyák vagy feleségek, azok ugye a kis színes, ezért a lokál kolorit a falu társadalmában, és a lányok azok viszont ugyanabban a csoportban tartoznak, mint a férfiak. Tehát, hogy tulajdonképpen mindig a feleségek, az mindig jön valahonnan, hoz valamit magával, és teljesen más, hát teljesen amennyire egy hanti kultúrán belül más, ugye attól is függ, milyen messze van, mondjuk 40 km vagy 4000, ugye. Menjünk tovább. És akkor itt nekem, igen, mentünk még tovább, tehát itt igazából nekem az volt az érdekes, hogy amikor már a női témákkal kezdtem foglalkozni, hogy itt tehát a faluban ugye van egy nemzetségi kultúra, a nemzetségi áldozóhely, ahova a férfiak mehetnek, meg az oda tartozó lányok, de mondjuk a máshonnan jött nők nem, különösen akkor a termékeny korszakokat élik és tisztátlanak. Tehát, hogy viszont a nők között is tudnak lenni kapcsolatok, például ugyanazon a nemzetségből származnak, mert tovább ilyeneket rajzolgattam még, ugye, meg még. És akkor ezek között, ugye, ami a nemzetséggel jár, lehetnek közelebbi rokonok, vagy távolabbiak, lehettek szomszédasszonyok, az eredeti falujuk, a gyerekkorunkban, lehetnek köztük olyan kapcsolatok, hogy osztálytársak voltak az iskolában, vagy egy helyen dolgoznak a TSZ-be, tehát mindenféle egyéb, mert menjünk tovább. Igen, és ugye nagyon a hierarchiájukat viszont nagyban meghatározza az a férjeiknek a hierarchiája. Tehát, hogy ugye az idősebb fiúnak a felesége, az magasabb, az határozottabb pozíció, mint a fiatalabb fiúnak a felesége. Igen,
de ezen túl mondjuk például azért a szomszédság is egy fontos dolog, mert ugye nagyon fontos a nemzetségi rendszer, de mégiscsak akikkel együtt élünk egy helyen, tehát ez a territoriális szempont is nagyon fontos a nagyik között. Ugye azért ezt a nemzetség vizsgálata során ez állandóan aztán felismerünk, hogy most itt egyébként nemzetségi struktúráról beszélünk, vagy falu struktúráról, tehát hogy egy lokális, vagy egy vérrokonság szerinti struktúra. Mondjuk a színe esetében ez a kettő egybeesik, tehát ott nem okoz problémát, de amit egy kicsit messze megyünk, akkor igen. Na tehát egy ilyen női társadalom van, akik igen mindenféle kapcsolat lehet köztük, és még ez a valóságban így néz ki, tehát hogy mondjuk ez egy falunak a női lakossága, itt egy tavaszi női áldozat. Hát egyébként azon vihoráztam tegnap, amikor néztem ezt a képet, hogy tehát itt senki nem a faluból való, ez a Óvolán-Gort faluban van, a Longortovok falujában, egyedül itt a jogszélső kis kislány, aki ugye Longortovnak is számíthat, ha nagyon akarjuk, Longortovának. A többiek azok még vagy felesége, vagy még a feleségnek az anyja is van, aki vendégségben, akinek hivatalosan semmi keresnivalója nincsen ott, ugye, mert ő neki a férje falujába kéne lenni, csak megőszvegyült nyilván a lányához meg, és olyan lánygyerekek vannak ott, akik meg így lányvonalon kerültek be a faluba. Mondjuk kicsit tovább, nem tudom, mi van utána. Ja igen, és hát tulajdonképpen ezek a piros nemzetségbeli fiúk és lányok, ezek ugye egy olyan tudást fognak hordozni, de ugye az anyukák és a nagyanyák és a szomszédasszonyoknak a mindenféle tudása benne van. Igen? És akkor, hát itt most egy családfát látunk közben, szóval nem is tudom, hogy miért pont ezt látjuk. Igen, menjünk tovább, igen? Lényeg az, hogy jó bonyolult. Igen, ezért gyanítottam, hogy ezért. Mert itt azt szeretném megmutatni, hogy, és akkor itt már a rokonság témájához olyan szempontból is közelebb kerülünk, hogy ugye amikor azt gondoljuk, hogy a hanti nép, hogy erről azért nem nagyon van szó, hanem kisebb csoportok vannak, és hogy ez mennyire kicsi, ezt nem tudjuk, de hogy pontosan azt mutatom be, hogy milyen az, amikor egy másik nemzetségből, vagy egy másik népből, vagy más nyelven beszélő, ugye már most tudom, minek nevezzem, beházasodik ebbe. Tehát ezen a családfán látunk, hogy a szomszéd nemzetek közül, vagy népek közül ugye egy nyenyec férjet, akinek még tulajdonképpen a felesége is, ez a tipikus, ez egy nyenyec eredetű család, de aztán elhantiasodtak, meg vannak ilyen vegyes zűrjé nyenyecek, akik zűrjéről beszélnek, de tudnak azért hantil is, de mondjuk zűrjé ruhát visel. A másik, a sárga kölyk, ugye az egy hanti, aki a férjével zűrjéről beszél, pedig hát a férje látjuk, hogy a nyenyec apától és a nyenyec anyától származik. Tehát ott a lingua franca az a zűrjén volt, és hogy igazából, most menjünk rá, még egyet nyomjál talán ott az elő, igen. Tehát én ettől a hölgytől hallottam, akinek ugye ezek nagymamák lesznek ott ezek a nyenyecek, hogy nekik annyi maradt meg a nyenyecségből a színhantiú beszélő családjukba, hogy az anyjukat és az apjukat mámának és aljének hívtak, ami az űrjén terminológia. Tehát, hogy amikor egy-egy szó, ez biztos ismerünk, akinek vannak németre sláptelmenő, hogy azt tudja, hogy azért így megmaradt meg egy-egy szó. Tehát nekik ennyi maradt meg ebből. Mehetünk egy másik diára. Hasonló példa van itt is, a pubocsinek már lépegessünk, és akkor ilyen pöttyök fognak kijönni, igen. Tehát, hogy itt egy manysi betelepülő családot látunk, és hogy ebből mi az, ami megmarad, azon kívül, hogy a történet természetesen megmarad, hogy a nagymama manysi eredetű volt, vagy a nagypapa manysi eredetű volt, hogy a vége tulajdonképpen annyi, hogy itt ez a kék bácsi, akit én jól ismertem, ő ugye hantiul beszél, és ő volt a színja utolsó nagy sámánja, de ő azért el tudott mondani manysiul is mesét, mert a nagyi az még manysiul beszélt. Tehát, vagy ugyanez igaz a zöld néhire, aki hantiul is, meg manysiul is tudott valamennyit mesélni. Nem olyan nagyon sokat, de azért valami kis hatás volt még a manysi nagymamától. Jó, menjünk tovább. Ja igen, és akkor most jön erről az egész folyóvidékről egy ilyen áttekint, hogy ez a színja folyó, ami az Urálból ered és az Obba folyik. Itt a kis nemzetségi falvakat látjuk, és akkor menjünk gyorsan tovább. És akkor ez, amit az előbb mondtam, ez a Csernyecov féle nemzetség definíció, amit én aztán a színjei vizsgálataim során kibővítettem egy kicsit, tehát a Steinitz gondolatain alapul, de mondjuk nálam azért a reinkarnáció például azért kicsit máshogy van, mert a Steinitz azt ilyen lélekképzetekkel köti össze, az ilyen adataim pedig egészen mást mutattak erről. Mindegy, most ebben nem vagyok adóbelem, akkor napokig itt ülhetünk. Szóval az a lényeg, hogy van egy ilyen definíció
definíciónk, amiből ugye azt gondolnánk, hogy ugye mi mindennek a metszete az a nemzetség, ugye középen, de hát ilyen nincs, tehát ugye ez az elmélet, hanem ugye a valóságban igazából minden nemzetségnek ugye vannak ilyen balról becsúszott gyerekek, meg a feleség első házasságából oda települt ágazatok, akik megmaradnak ilyen ágazat szinten, tehát hogy sose lesz egy ilyen vettiszta nemzetség. És akkor nézzük a következőt, ami meg arról szól, itt mondjuk három nemzetségnek az elemzése van, itt ugye az exogámia, tehát hogy máshonnan hozzák a feleséget, vezetéknél, ugye amiket az előbb felsoroltam ott a kördiagramos résznél, és akkor látjuk, hogy ott a Jeprinek nemzetsége fönt, az tulajdonképpen majdnem stimmel, mert majdnem az összes jellemvonás, az egy csoportot ír körül, de mégis a Jeprinek is másokkal megosztják a falvokat, közös temetőjük van másokkal, tehát hogy nem egy ilyen vegtiszta, tehát ők se a középső metszetelnek az egész dolognak, és látjuk, hogy a taliginok és a valgamovok esetében is egészen elcsúszva vannak ezek. Ugye ideális esetben az összes keretnek ugye egyformának kéne lenni, hogyha azt mondjuk, hogy ez az illető nemzetség, de nem az, mert mindenki kilóg valamerre. És akkor menjünk még a következőre, ez egy összesítés ugye a színja egészéről. Itt tulajdonképpen ugye itt a szürke az a színja, tehát folyik lefele, ugye a mos és a pornév, amit említettem, ugye ez a két frátria, ahhoz való tartozást lehet besorolni, de közben látjuk, hogy itt is vannak átnyúlások is, külön bizniszek, tehát hogy nagyon sokféle struktúra van, tehát itt igazából azt kéne látni, hogy van egy vonal, és ilyen kis egymás alatt álló négyzetekben vannak a nemzetségek, hát nem ezt látjuk, mert nem ez a végeredmény. Úgyhogy azt hiszem, ez az utolsó ebben a témában, ebben a... Igen. Jó, úgyhogy ez a rövid áttekintés. Köszönjük szépen ezt a rövid, de nagyon mély belemerülést a hantirokonságrendszerbe, és azt mondtad, hogy nem akarsz belemenni a reinkarnációba, mert akkor egy hétig is erről beszélni, de egy picit röviden azért mégiscsak beszéljünk erről, mert azért ez nagyon izgalmas téma. Tehát ugye annól filmugrisztikai tanulmányunk során tanultuk, hogy ugye többféle lélek képzett van a filmugor népeknél, hogy egy nemzetségen belül ugye megvannak az adott lelkek, és így tovább, és mondtad, hogy nem teljesen úgy van ez, ahogy le volt írva a szakirodalomban. Mi a lényege például azon a településen, ahol te éltél, a reinkarnáció, hogy működik, mi a technikája? Hát a tutit nem tudom megmondani, tehát hogy az biztos, hogy a lélekképzet az a legszemélyesebb képzetek között van, tehát erről ilyen általánosítást mondani. Én nekem a kedvencem az, amikor odaadtam egy reinkarnációra írott cikket, meg lefolytottuk oroszul, és odaadtam a hantin, és kimondta neked ezt, és hát az anyád. Tehát, hogy annyira különböznek ezek az elképzelések erről a témáról. Ugye a Csernyecónak van egy fantasztikusan gyönyörű cikke a lélekképzetekről, tehát az egészen elképesztő. Mancsi adatokon, főleg hát egy Csernyecó Mancsikkal foglalkozott, és nagyon sok szép adat van, és de a Csernyecó egy rendszerezésre törekvő elme volt, ezt ugye már a frátriális struktúrás dologból is látjuk, tehát ő megpróbálta ezeket a lélekképzeteket ilyen lélektípusokhoz rendelni, ez nem biztos, hogy ilyen egyszerű. Na most visszatérve a reinkarnációra, tehát azért hívjuk reinkarnációnak, mert nincsen rá jó szavunk, tehát egyáltalán nem teljesen arról van szó, vagy mit tudom én, mint máshol. Igazából a gyákszöti, ami így a köpni szóval, vagy a kiköpött mással valakinek, ahhoz arra hasonlít az ige, de sose azt mondják, hogy mondjuk a lelke, tehát nem lélekvándorlása, nem azt mondják, hogy a lelke újjászületett a valakibe, hanem hogy ő maga újjászületett valakibe. Tehát igazából ez a reinkarnáció, ez egy ilyen szükségelnevezés, mert nem találtunk még ki rá jobbat. Na most azért különbözik nagyon, mert a Csernyecó azt mondja, hogy vannak lelkek, van egy nemzetségi lélekképzet, és a reinkarnáció a nemzetségen belül mindig ebből a lélek arzenából tudja venni ugye a muníciót a kisgyerekekbe. Na most ez a nőknél eleve nem stimmel, ugyanis a reinkarnáció alapszabálya, ez mondjuk általános, hogy mármint a hantik között, hantik és mansik között,
hogy a nők 4 helyre, a férfiak 5 helyre reinkarnálódnak egy időben, nagyon vicces, tehát amikor meghalnak, és utána, ha úgy születik a rokonságban, vagy hát valahol a környezetben egy kis gyermek, akkor egy jóslási technikával eldöntik, hogy kinek a reinkarnációja, és ebből ilyen sorozatok tudnak jönni, akiket vicces módon a rénszarvas fogatnak a rénszarvasai szerint, tehát ez az Ostorhegyes csálé, nem tudom, tehát ez szerint van elnevezve, és ezt a gyerekek is tudják egymás között, hogy kinek ki a szélsője, meg ki a kantáros, meg ki a micsoda. Tehát, hogy ez egy ilyen rászerveződő másik rokonsági rendszer, a rokonsági rendszer. Hát ez volt a családfán, csak nem akartam mutatni, ilyen szürke vonalra berajzoltam a reinkarnációkat, nagyon vicces. De hogy a nők azáltal, tehát a férfiak a nemzetségükön belül reinkarnálódnak, meg ott is maradnak mindig, ahol vannak, sehol nem mennek, kész. Ilyen szempontból igazán a Csernyecovnak, de a nők esetében ez nem így van, mert a nők több helyre reinkarnálódhatnak, egyrészt a saját nemzetségükbe vissza reinkarnálódhatnak, másrészt viszont a gyerekeink keresztül ugye a férjének a nemzetségébe is. Tehát az ő esetükben ez a nemzetségi lélekképzet elképzelés, ez nem működik. De ez nem egy tragédia, csak nem működik. Tehát amit én egyébként, amit vizsgáltam a színei antiknál, az őszintén szóval a reinkarnációnak nem ez a misztikus része volt, hanem az a nagyon érdekes dolog, ami a többi hanti csoportnál nem ennyire jellemző. Tehát a délebbi hantimanusi autonóm körzet belső csoportokra is vannak ilyen vizsgálatok, és halálra kritizáltak engem, hogy hülyeségeket írok a színjaiakról, mert az nem úgy van. Aztán most már, hogy a színjai északiakat is megkérdezték, most már az egy kicsit jobb a helyzet, mert hogy hú, bocsánat, hát tényleg ott ezek az északiak ezt szigorúan veszik. Tehát én a színjén azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ki hova reinkarnálódhat. Ez a nőnél is fontos, hogy a rokonságába hova vissza, meg hova előre, ugye a férje rokonságába, a férfiaknál meg nagyon. Tehát mondjuk egy ilyen egészen elképesztő példát mondjak, én hallottam olyan házasságról, ami azon ment tönkre, hogy amikor a gyereket reinkarnáltatták, kiderült, hogy nem a férje az apa. Tehát, hogy ennek viszonylag szigorú szabályai vannak, hogy nemzetségen belül ki hova reinkarnálódhat, tehát az én nemzetség definíciómban ellentétben Csernyecovval a reinkarnáció az azt jelenti, hogy ez kijelöl egy csoportot, hogy ki az, akit a reinkarnáció összetart. És ez van, amikor nekem a nemzetség szintjén van, de van, amikor az jön ki egyes csoportok, vagy a nemzetségen belül, vannak külön csoportok, akik csak magukon belül reinkarnálódnak. De vannak olyanok, akik a nemzetségen kívülre reinkarnálnak, teszem azt, egy másik nemzetsége, vannak ilyen kirajzás, falvak, meg ilyesmi. Tehát, hogy én ezzel a társadalmi aspektusával foglalkoztam a reinkarnációnak, hogy egy ilyen adott társadalmi csoportot mennyire határoz meg a reinkarnációnak a határa. Tehát nem a lélek felől, meg a misztikum felől kezelve a dolgot. Meg volt a színjai közösségben, meg voltak-e azok a jellemvonások, vagy azok a jellemzők, amelyeket szakirodalomból ismerünk, hogy a potenciális rokonságot is jelölnek bizonyos rokoni kapcsolatot, tehát hogy ezek a viszonyok élnek-e még valamilyen módon is, vagy már itt a házasodásra gondolsz? Hát nem, hanem hogy a gyereknek például az bár nyilván most már nincsenek ilyen fajta lehetőségek, hogy több nejűség és több férjűség, de azok a szokások még továbbra is fennállhatnak, hogyha például valakinek meghal a férje, akkor a sógornak feleségül kell vennie az egyedül maradt asszonyt. Ez egy mint gondolat létezik. Ez a bácsi, akit mondta, hogy még tudott Mansiul is beszélni, a kék kocka, emlékeztek rá, Pogucsi Vaszili Petrovics, az utolsó sámán, ő neki van két felesége, mind a kettőt ismertem. A gyerekek úgy szólították őket, hogy a nagymama, meg a kismama, ugye hát elég érdekes történet volt, de mondjuk történelmi anyagban nekem ezeket nagyon sajnálták, ezeket a szegény hülye férfiakat, egy két feleség, hogy ott ült szegény középen, és a két feleség veszekedett mellett. hogy nem egy könnyű műfaj, ebben az esetben nem így volt, hanem az idősebb asszony az letelepedett a központi településen, és nála voltak az iskoláskorú gyerekek, az újabb feleségtől is, és a fiatal feleség járt rénszarvas pásztorként a férjével az urában, tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog volt. Most visszatérve erre, ugye, hogy a férj halálakor el kell venni a feleséget,
Én ilyen kísérletet tudok, közel ismerősnél volt ilyen, hogy megölték a férjét, és próbálták a nőtlen fiú testvérhez hozzá, hogy a lány azt mondta, hogy ebből a családból elég volt egy köszönni szépen, tehát hogy inkább egyedül. Úgyhogy mondom, a gondolat megvan, a megvalósítás az kevéssé. Vannak mindenféle házasodási szabályok, ezekről elég sokat írtam, de például, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy elv szinten, például nagyon rossz voltam fizikában, bocsánat, attól, aki jó benne, de hogy ez a legnagyobb rendetlenség elve, ez működött a házasodási kapcsolatokban, tehát az volt a cél, hogy lehetőleg testvérek ne menjenek testvérekhez. Ez nem a valóság volt, mert bőven mentek testvérek a testvérekhez, de azt mondták, hogy ha lehetőleg van egy családban öt lány, akkor az egyik menjen el, szóval hogy ne testvérek tesz, hanem minél vegyesebb legyen a kép. Tehát, hogy vannak ilyen típusú orientációk. De a közeli rokonság is, amely mondtál ilyen eleve elrendelés, tehát azt azért lehet tudni a szakirodalomból, hogy például a fiúk esetében nagyon meghatározó volt az anyai nagybácsi szerepe. Ez elég sokszor le van írva. Nagyon sokszor a fiúk oda is költöznek egy kicsit, nagyon sokat járnak oda, és jellemző, hogy ugye ezáltal ugye az anyjuk falujában vannak sokat, tehát azért elég sokszor van az, hogy hát ha nem is közeli, de az anyjuk nemzetségéből származó feleséget vesznek. Ha nagyon közeli, akkor azért óvatosan kell ezzel bánni, akkor úgy mondták, hogy hú, hát kínos volt, amikor így megmondtuk az anyámnak, hogy akkor most amit tettük az unokaöccse elvenni a lányát, mert ilyen is van, de aztán belementek, mert hát manapság ugye viszonylag könnyen rálegyintenek olyan házasságokra is, amik nem felelnek meg a hagyományos szabályoknak, mert azt mondják, hogy legalább hanti, meg legalább van. Tehát, hogy ugye olyan nehéz tulajdonképpen azonos nyelven és azonos életmódot akarni, élni akaró párt találni, hogy ezért most már akár idén azonos nemzetség, azonos vezetéknevűek házassága is előfordul, ami korábban fel sem erülhetett volna. Akkor ez mindenképpen a hanti identitásnak egy fontos része, a rokonsági rendszer, hogyha annak örülnek, hogy legalább egy hanti párt talál magának. Igen, ez a városokban is, az északi területen, mondjuk Szalahárban is jellemző, hogy azért nagyon sok hanti pár van, tehát hogy nem csak, nyilván van rengeteg vegyes házasság is, de nagyon sok hanti pár van, és azért az ideális. Muszáj ezt az idézetet még elmondanom Andrei Golovnyovtól, aki ugye nagy hanti kutató Oroszországban, és ő azt mondja, hogy a hantiknál a rokonság az nem szisztéma, hanem az a filozófia, tehát az egész hantiságot átjárja ez a kikinek a kie, tényleg nagyon, tehát ő mondjuk kutatott más népeknél is, én nem, tehát hogy az összehasonlítás így nehéz megtenni, úgyhogy el is hiszem neki, hogy másoknál ez egyáltalán nem ennyire központi koncepció, mint mondjuk az egyébként. Az ábrákon is láttuk, hogy ha más népcsoport meg is jelenik ezekben a családokban, a nyenyeceket, Mansik az őrjéneket emlegetted, de az oroszokat például nem említetted. Ez olyan vasszügyelmenti hantikkal kapcsolatban főképpen az oroszok képviselik a többségi társadalmat, az egyértelmű, de más népcsoportokkal keveredtek-e a vasszügyelmi hantik, vagy az oroszokban oldultak fel inkább? Hát ezt, hogy hanti és orosz, ezt ebben a könyvben mindig idézőjelben használtam, mert hogy ezek ilyen tágon használt fogalmak. Igazából a hantik orosznak hívtak szinte mindenkit, aki a többségi társadalmat képviselte. Aztán az ember picit jobban megkérdezte, akkor kiderült, hogy most egy lett, vagy egy kaukázusi, vagy egy német, vagy egy lengyel, de hogy őket általában orosznak mondták, úgyhogy persze egy csomó találkozásuk volt. Na most 2020-ban volt egy 21-ben volt egy népszámlálás, és a számokat mindig elfelejtem, de a Tomszki megye területén hát olyan 100 körüli etnikumot neveztek meg, ami nyilván annak köszönhető, hogy ez is része a nyugat-szibériai kőolajai földgáz mezőnek. Tehát itt azért eléggé sokfajta emberre lehet
találkozni. Ez a házi környékén egy picit még egyszerűbb volt azokkal az etnikumokkal lehet az önébe találkozni, akiket oda telepítettek, és ez, hogy ki számított Hantinak, ki számított Orosznak, az úgy ezek mentén alakult ki. A házasságoknál én ennek különösebb jelentőségét nem látom már, mint hogy a többségi társadalom belül kicsoda, micsoda. Az illető persze vannak ilyen gyönyörű sztereotípiák tulajdonképpen minden népről. Az egyik nem elég tiszta, a másik fusta, a harmadik. Na szóval ezeket lehetne sorolni, de hát ha körülnézzük a saját házunk talán, ott is találjuk ilyen sztereotípiákat. Az igazán érdekes dolog ebben a rendszerben nekem az, hogy eleve ez a két fogalom annyira. Tehát, hogy osztják is orosz, hogy ezek mennyire ilyen labilis fogalmak, és hogy tényleg itt nem, tehát persze, amikor beszélnek róla, mondanak ők is olyat, hogy egy csiszta korúgó, tehát, hogy ilyen tiszta véri. És akkor azt gondoljuk, hogy nem jött a vér, mint olyan, mert azért mégiscsak oda van gondolva, holott ez a szlogen sokkal bonyolultabb, csak néhány ilyen elbizonytalanító dolog, ugye a nagy sok az a 30-as években kezdődött a betelepítésekkel, ők valójában a többségi társadalom. Ez azért érdekes, mert a 19. század végén is települtek be oroszok, akik addigra a hantikhoz hasonló életmódot kezdtek élni, mert ez volt a legergonomikusabb azon a terepen, mert őket is osztrákoknak tartotta a többségi társadalom. Tehát vannak a kaszacsonok, tudjuk jól, hogy kozákok valójában, de hogy igazából mindenki osztrákoknak tartja őket, vagy hogy ők is hogyan gondolkodnak erről. Ahogyan még szeretünk gondolkodni, igen, mi eléggé bele vagyunk zárva abban a gondolatban, hogy nyelvében él a nemzet. És abból indulunk ki, hogy egy nyelv, egy etnikum, és ez egy ilyen kánon. Tehát hogy ennek így kell lenni, és szeretjük a világot mindig így magyarázni, és akkor az alapján, ki hova tartozik, azt eldöntjük az alapján, hogy milyen nyelvet beszél, vagy milyen nyelvet nem beszél. Most az esztergokonság nyelvre is azért elég jó példák voltak arra, hogy itt azért lehet zavar a Matrixban időnként eléggé rendesen. Erre két példát szeretném hozni. Az egyik, az egy vadásztörténet volt, teljesen mindegy, akkor egy két évkivel jártunk a mocsárba, és abban is aludtunk, hogy ez egy ilyen lánctalpas jármű, aminek az utasterébe lehet aludni, és kályha is van benne, fűteni is lehet, tehát relatíve kényelmes. És ott hallgattuk a rádiót, eléggé közel voltunk a hantinansi autonóm területhez, úgyhogy áthallatszott a szurduti hanti nyelvi adás, amit én hallgattam a Vasszibányi hantikkal, és így mondtam, hogy na hát ez a hanti adás, és akkor én is hallgattam, és egy idő után kifakadt, hogy milyen hantik vagyunk, hogy mi az az egész hanti dolog, amikor szinte egy szót sem értek abból, amit ők mondanak. Ugye ez arról szól, amit már többször fedzegetve volt, hogy nyelvjárásilag hihetetlenül tanult társadalomról van szó, tehát valóban el lehet azon is gondolni, hogy egyáltalán mennyire kell ezt egységesen kezelni. A másik kedvenc történetem pedig ennek a nyelv dolognak az elbizonytalanítására, amikor egy családról próbáltam meglehetősen olyan floki a lábtörlőre, így ráharadtam, hogy most erről a családról meg akarom tudni, hogy ők most valójában kicsodák. És ugye oroszul beszélgettünk alapvetően, mert nem nagyon beszéltek hantiul, és akkor mindig ez jött, hogy ő is osztják, de valahogy azt így éreztem, hogy nem a helyi osztjákok közé tartoznak, és akkor egy idő után kibögtel, hogy hát ő ugyanolyan önosztják, mint mi, csak másik nyelvet beszél. Ergo egy szókuk férfiról próbáltam meg kideríteni, hogy kicsoda, tehát hogy ez a nyelvében él a nemzet, ez akkor, amikor ez a gondolat megszületett, akkor abban az időpillanatban ennek nagyon komoly jelentése volt, de hogy a masszívan folyó mellett nem volt ilyen szigorú jelentése, az egészen biztos.
akkor gyakorlatilag, mint ahogy az orosz elnevezés is sok mindent akarhat, ugye az idegen, vagy a nemi, ugyanilyen értelemben az osztják elnevezés is sok-sok népcsoportot, tehát nem csak különféle osztják csoportokat, hanem akár szőrkupokat, vagy más nyugat-szibériai népeket is jelentett. Lassan a vége felé közeledünk. Én egy dolgot szeretnék még tőletek kérdezni, ez már abszolút független itt a rokonságtól, csak engem nagyon foglalkoztat és kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert szóba került a 2021-es népszámlálás. Az oroszoknál 12 vannak népszámlálások, és a finnugisták mindig nagy izgatottsággal várják az eredményt, hogy hányan vannak még, meg hányan beszélik még ezt a nyelvet, és itt a népszámlálási eredményeknek a feldolgozása, amelyik azt hiszem, hogy még csak ezután fog történni, de igazából, minthogy egy fordulópont történne itt a beszélők számában a népszámlálási adatokat tekintve, ugye korábban mindig az volt, hogy még ha néhány népcsoport, főképpen a szibériaiak, mintha növekednének, tehát a magukat hontiknak, nyenyeceknek vallók, viszont az anyanyelv használóknak az aránya drasztikusan csökken. A legutóbbi népszámlálás viszont ebben egy kis fordulatot mutatott, tehát a csökkenés megállt, sőt bizonyos népek esetében például a mansiknál növekedést mutat, mint hogyha többen kezdtek el volna el mansiul beszélni. Látjátok-e ennek valami okát? Valóságban ez így lehet, vagy ez csak a számolás módja? Hát én ezzel nagyon szkeptikus lennék, tehát hogy főleg a mansik esetében, tehát hogy inkább én a szinyéhöntik esetében én ezt boldogan konstatáltam, hogy mivel az én generációm még beszél a hantív, azért az én életem ők nem fognak kihalni. Tehát ez kellemes azért, mert nagyon nyomasztó ez a tudat, amikor mások viszont igen, és a mansi, tehát én túl sok mansival nem beszélgettem, ugye csak az értelmiség körében a dolgozókkal hantivanszízban, ott is tragikus a helyzet. Tehát, hogy mondjuk azt úgy képzeljük el, hogyha valaki próbálja, és egyébként viszonylag ritka, hogy valaki próbálja a gyerekét az anyanyelvre tanítani, mert az orosznak annyira erős a dominanciája, hogy annyira nincs élettere, tehát se iskolája, se óvodája, se semmilyen, hogy hát nehéz azt mondani egy gyereknek, hogy beszélni a nyelvet, amit gyakorlatilag maximum a nagyival beszélhet néha. És konkrét eset volt egyébként egy körülbelül egy idős lány, akinek az édesanyja oda költözött a városba, mert egyedül már a faluban nem tudott megrenni, és az unokával is ő mansiul beszélt, mert a néni is az elég döcög oroszul elég rendesen. És a gyerek az óvodába, ugye hát a szavakról van szó, és akkor hogy ez mi ez, és akkor ez a vaj, és akkor a gyerek mondja mansiul az óvodának, hogy hát ez a gyíj, és akkor én nem, mondja az óvodának, ez a mászla. És akkor a szegény gyerek hazamegy, és elkezd ordítani a nagyival, hogy nagy, te becsaptál, hazudtál nekem, ez nem búj, hanem mászla. Na most ilyen helyzetben se egy gyerektől, se egy anyától nem várhatjuk el tulajdonképpen, hogy ezt a nyelvet akkor nagyon erőltesse a gyereknél, ami hát egy borzasztó dolog. Ugye hát ugyanez a szakadék, ez olyannak is voltam szemtanú, hogy ültünk az asztalnál, mondjuk egy nagymama és az unoka. A nagymama csak hantiul tudott, az unoka csak oroszul, hát én meg egy ilyen egyiket sem. És akkor itt a gyerek elkezdett ott hisztizni, sírni, és fogalmunk nem volt, hogy mit akart. Tehát, hogy egyszerűen semmi átjárás nem volt a kettő között, úgyhogy mind a két szülője anyanyelvű beszélő egyébként teszem hozzá. Tehát hogy ez egy borzasztó nehéz helyzet. Én nekem egyébként az volt egy, kinek mi a fordulópont, én nekem az volt egy egészen elképesztő tapasztalatom, amikor ugye, ahogy mondtam, én az elején igazán oroszul se tudtam, tehát nem volt nehéz adni a hülyét, mert nem csinál. De ugye hantiul se tudtam, de az jobban motivált, hogy megtanuljam. És az elég, aztán elkezdett ez így működni, hogy a hantikkal, és ez nálam is én el vagyok hantikkal, hantiul beszélek. És volt egy olyan helyzet jó pár évvel később már, tehát nem az első években, amikor ültünk egy asztalnál, egy női társasággal voltam bogyót szedni, hulla fáradtak voltunk, rengeteg bogyót szedtünk a mocsárba aznap, a hőségben, a sok szűnök között, este lerogytunk, és akkor evés, ivás, tea, és akkor én ott hantiul beszélgettem, mert hát a háziasszony is hanti volt, hát ezért, és akkor rám szólt, hogy ezt ne beszélj hantiul, nem érti mindenki.
És akkor erre nem mondhatom azt, hogy na de hát én hantikkal csak hantiról fogok. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy is a forradalmi ifjúságomban nyilván más gondoltam erről, mint amit most gondolok. Tehát igazából, ha azt mondjuk, hogy nekünk a kommunikáció fontos az embereknek, úgy kell kommunikálni, ahogy ők akarnak. És ha ez hanti, akkor hantiul, ha orosz, akkor oroszul. Annak ellenére, hogy persze azért az inspiráló is, tehát volt, akinek inspiráló volt, hogy én hantiul beszéltem például, tehát hogy hú, akkor a gyerekével ő is hantiul fog beszélni. Aztán persze nem sikerült neki, de hogy azért voltak ilyen felbuzdulások erre. De leginkább az van tényleg, hogy az általunk legjobban tisztelt hanti értelmiség körében is a gyerekeknek a 99%-a nem tud hantiul. Tehát nincs hova használni ezt a dolgot. Hát holnap részt fogok venni online, már elküldtem az előadásomat, a Jemelényhez autonóm körzet Pétervári képviseletén lesz egy konferencia, hogy az anyanyelvet a gyermekeinknek, és hogy a átadás módszertan, és nem tudom mi, és nyilván küldtem én is egy előadást, de hogy igazából én azt gondolom, hogy ennek a relevanciája hát minimális, pláne nem azokkal a módszerekkel, amiket még az elmúlt 100 évben erre sikerült használni. Én például kifejezetten írásban is egy ellenes vagyunk, nem a tudományban, mert azt gondolom, hogy ez fontos, hogy le tudjunk írni nyelveket, azon, hogy a nyelvmegőrzés céljából az írásbeliség 83. soron fut, beszélni kéne. Csak beszélni és beszélni, beszélni. Ehhez képest a hanti oktatásban ugye az van, hogy vannak általában más nyelvjáráson lévő tankönyvek, mint ahol az illetők laknak, a szülők se tudnak segíteni a házi feladatban, ők se értik, és akkor ugye a civil betűs, lágyjeles, mit tudom, hogy milyen helyes írás, senki nem bírja eltalálni, de a tanárok se, hogy mi a helyes. Tehát egy ilyen folyamatos frusztráció van, hogy a gyerek már megint 3-at kapott hantiból, és akkor azt mondják a szülők, hogy ja, kösz, akkor nem kérjük a választható hanti nyelvet, tehát a francnak kell még egy 3-as bizonyítványban van elég így is. Úgyhogy, és az egyéb lehetőség pedig nem nagyon van. Tehát ezek az ilyen, nekem ilyen, hát hogy mondjam, álszent, vagy nem tudom, ezek a folklór együttesekben én mérsékelten hiszek. Tehát amikor nem értik, hogy miről van szó, csak hogy betanulnak egy ilyen nótácskát, és éneklik nyilván a semminél több, de a valaminél meg jóval kevesebb. Tehát én azt gondolom, hogy teret kéne adni ezeknek a gyerekeknek. Én biztos, hogy a Szalehárdi TV-ben csinálnék gyerek beszélgető műsort, a fiatal beszélgető műsort, ilyen talkshow-kat. Mondják csak, tehát általában ezek a gyerekek, ezeket baromi nehéz kezelni. Tehát ez a maradék néhány gyerek, aki mondjuk rémpásztorként született és úgy ment iskolába, ezeket azért nehéz hámba fogni. Szóval enyhén szólva, tehát nekik ilyen lehetőséget adni egy élő műsorból, ott a nyomják hantiul, az van benne rizikó, de szerintem az egyetlen esély az lenne, hogy a preszt is elmelkedjen, hogy ők tudnak hantiul. De hát erről így álmodozni lehet. Ja. Én nem, tehát én is azt gondolom, hogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni, de mielőtt erre reflektálnék a Jaspernek erre gondolat elő, milyen nyelven beszélünk, hogy amikor én eljutottam a terepre, akkor a Veszügyen mellett abban a faluban, ahol én voltam, mondjuk egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hány ember volt, aki szabadon tudott a hantinél, a Veszügyeni dialektusán beszélgetni. Én is finnugor szakos voltam, próbáltam megtanulni ezt a nyelvjárást, és hát igen erőltettem is, hogyha az utcán összekutak valakivel, akkor hantiul próbáljuk meg hozzászólni. Ezt így rövid úton abba hagytam, mert hogy azt tapasztaltam, hogy ez leginkább zavart szül. Tehát megtanulom a három embertől a hanti mondatokat, felteszem az többi hantinak is, akik ettől kínosan érzik magukat, mert én most valójában rájuk bizonyítom, hogy nem beszélnek az anyanyelvükön. Ugye mert akkor is anyanyelvüknek tekintik, hogyha nem beszélik, mert ott elvileg ugye ezen kéne beszélni. És hát az orosz gondolkodásmód is az a nyelvről, hogy nyelvőben nem a nemzet, tehát akkor neki az az anyanyelve akkor is, hogyha nem beszél az anyanyelven egyáltalán. Tehát hogy ez ilyen kínos helyzeteket szült, úgyhogy én ezt az egészet sokokból erőltettem, például azért, mert aki először a teretmunkáról ilyen rendesebben írta, Vronislav Malinovszky azt mondta, hogy meg kell tanulni a helyi nyelvet, hát én ezt
próbáltam, csak egy idő után el kellett ismernem azt, hogy a helyi nyelv nem az, amit elvárnék, hogy a helyi nyelv legyen, hanem a helyi nyelv az az orosz nyelv volt, tehát én nekem orosz nyelven kellett működni. Ezzel, hogy beszélnek-e hantiul, mancsiul vagy nem, ezzel nagyon-nagyon óvatos lennék. Ugye ez egy népszámlálás, tehát itt bemondásos adatok vannak, és nincsen mellette nyelv, amit ezt. És az emberek ezeket a népszámlálásokat a legtöbb esetben tudatosan csinálják. Tehát vagy tudatosan elviccelik, vagy tudatosan módosítják az adatokat. Tehát én azt gondolom, hogy ebben van egy olyan dolog is, hogy ez a, ugye sok kérdés van, mi az anyanyelve, vagy milyen nyelven beszél. Tehát ezek mind-mind más köröket rajzolnak ide, azt senki nem definiálja, hogy mit jelent az, hogy beszél az adott nyelven, és senki nem kéri számon az anyanyelven, hogy ezt az illető beszélje, vagy nem beszél. Egy nagyon fontos dolog van még, szerintem az Eszter már kicsit elhagyott ezzel a TV műsorra, mert most már nem a TV az, amit be kellene jönni. Ugye a ti diákotok volt a Horváth Csilla, akinek a kutatásából pontosan azt tudjuk, hogy ezek a web2-es felületek, ezek az interaktív online felületek, ezeknek nem olyan hatása van ezek a veszélyeztetett nyelvekre, vagy kisebbségi nyelvekre, hogy még ott is a globalizált nyelvekre nyomnák a kisebbségi nyelveket, hanem hogy kifejezetten ez egy olyan fórum, ahol lehet használni ezeket a nyelveket, mert nem úgy működik, mint az élőbeszédben, ahol rögtön kéne mondanom a választ, hanem van idő meggondolkodni, hogy ezt hogyan kéne csinálni, mert Isten még megnézem egy szótárban is, tehát hogy egy ilyen másodlagos nyelvhasználatok vannak, örökségi nyelvhasználat van, tehát hogy és könnyen lehet, hogy ezek az emberek is azt fixelik be, hogy ők tudnak mancsiul, vagy tudnak hantiul. Ugye okszitán nyelv sokáig nem volt. Most már Toulouse-ban buszon bemondják a francia mellett okszitánul is a következő megállót, vagy mondjuk Írországban kötelező tantár minden gyereknek az ír nyelv. Tehát, hogy ez, hogy mit jelent most az, hogy valaki azt x-eli be, hogy beszél hantiul, ez szerintem köze nincsen ahhoz, hogy mit jelentett ez 28-ban, hogy beszél hantiul, vagy nem. Értek veletek, én is azt gondolom, hogy nem beszélik többen a hantit vagy a mancsit, talán amiben én reménykedek, az a presztízsnek az emelkedése, de hogy reális ez a remény, vagy nem, ez nyilvánvalóan még hosszú idő, hogy kiderüljön. Szeretném megkérdezni, hogy esetleg valakinek van-e kérdése hantikkal kapcsolatban, rokonsággal kapcsolatban, vagy bármi, ami valamilyen módon kapcsolódik ahhoz, amiről itt szó volt. Bennem egy teljesen profán kérdés felmerült addig, amíg itt a többiek gondolkodnak, még az elején, amikor ugye mondta az Zoli, hogy volt az utolsó, aki lekapcsolta a televíziót, hogy csak hogy így belelássunk az ilyen fajta kutatásnak a kemény hétköznapjaiban, hogy akkor ez azt jelenti, hogy egy szobában kellett aludni mindenkivel? Hát egy szoba volt. Hát volt még mellette egy konyha is, ez egy orosz típusú ház volt, ott nálatok gondolom, meg egy elevejlétő volt. Tehát ott itt volt konyha is, meg volt szoba is, de igen, hát ilyen elolapban volt az ágy, ahol a házigazda házaspár aludt, én meg a másikon aludtam, az én fejem volt közelebb a tévéhez, engem jobban zavart. Igen. Én azt gondolom, hogy azért el tudom képzelni, hogy ez egy heroikus vállalás, hogyha az ember hónapokig feladja kényelmét, a privát szféráját ilyen mértékben. Az ő részükről legalább ennyire heroikus az, hogy befogadott. Mindenképpen. Akkor, amikor van rá lehetőséget.
Hát már a 19. századi leírások is úgy írnak erről, hogy nem igazi hanti gyerek az, amelyik már nem kóstolja meg a vodkát. Tehát egyrészt igen, mindenki iszik. Másrészt pedig nincs ez így különösebben kapcsolatban a rokonsággal, tehát tulajdonképpen bárki bárkivel ihat. De persze azért van egy csomó zárójel. Az ivás az a férfi identitással nagyon könnyen összeegyeztethető. Simán egy másik aspektus, hogy van a családfenntartó oldala a férfinak, de másrészt meg ott van a belevaló oldala, aminek egy ilyen markáns eleme lehet az, hogy tud inni. Tehát amikor egy fiúról azt akarják mondani, hogy ő már felnőtt, akkor nagyon sokszor azt mondják, hogy már megbírja a vodkát is. Tehát, hogy ennyire ez egy ilyen fontos dolog, ez fiúról van szó, a férfi identitásra ez egy abszolút integráns elem. A női identitással ez eléggé komoly konfliktus van. A női identitásnak nincsen olyan aspektusa, amivel ezt lazán össze lehetne kapcsolni, az alkoholfogyasztás. Ergo a női alkoholfogyasztás az mindenfajta identitás válságokat okoz, és ez például azzal is járt, hogy hát egy idős hanti asszony, ő is rendesen megitt a vodkát, de amikor így elkezdődött a hivászat, akkor ő eleinte ebbe így látszólag nem vett részt, ami azt jelenti, hogy akkor ivott, amikor nem látták. De egy idő után, amikor hát a hangulat fokozódik, akkor egy idő után ez már így nem lett fontos egyáltalán. Nyilván van a társadalom szerkezettel kapcsolata az alkoholfogyasztásnak, de nem így a hanti társadalmon belül, hanem sokkal inkább kívül, kifele mutató kapcsolatok vannak. Tehát azt mondanám, hogy az, hogy ki mit iszik, az egy fontos elhatárolása annak, hogy ki a többségi társadalom része, ki hanti, ki akarja egy picit átírni ezeket a viszonyokat. Tehát az, hogy vodkát iszom, házi pálinkát, szemagonkát iszom, vagy nem iszom ezeket, és elkezdek sört inni, vagy bort iszom, ezeknek inkább ilyen kifele etnikumok közötti kvázi etnikus oldalai vannak a hanti társadalmon belül. Én nem tapasztaltam azt, hogy ez csoportokat választaná el egymástól. Igazából ezt a rokonsági terminológián is lehet látni, ugye ahol eleve ilyen, az ilyen osztályozó rokonsági terminológiai rendszernek hívjuk, ami azt jelenti, hogy mondjuk ha van egy fiúgyerek, akkor neki az összes idősebb bátyja, nagybátyja és mindenki, aki az apjánál fiatalabb, tehát a fiú és az apa közötti összes férfi rokon az egy csoport. Az neki mind olyan, akivel tiszteletteljesebben kell bánnia, aztán akik még följebb vannak, azokkal még inkább, de akik lejjebb vannak, azokkal meg kevésbé. Én erre, amikor ez nekem megvilágosodott ez a kérdés, az a pillanat volt, amikor egy nem túl értelmes kisebb verekedés tört ki a fiúk között a faluban, és másnap azt mondta az egyik, akit megtámadott a másik kettő, tényleg jogtalanul, vagy hogy minden dolog nélkül, azt mondta, hogy az még hagyjál, hogy nekem esnek, de hát fiatalabbak, mint én. Tehát nem az zavart, hanem az, hogy ők öcsnek számítottak, és hogy jönnek ahhoz, hogy kezet emelnek rá, még akkor is okuk lett volna egyébként. Tehát hogy ebbe például nagyon erősen. De hát ez itt a házasodásnál is, ugye, meg a feleségek kezelésében, ugye, hogy kinézhet a fiatalabb öcs az nézhet a férj feleségére, vagy a báty feleségére, de az idősebbek nem.
ez mondjuk ezt, ha valaki belegondol, ez egy szép védelmi mechanizmus a lányokra, ugye hát képzeljük el, egy nagy családban, és jön egy friss csaj a házba, ugye az egy szobában, hogy akkor azért ez nem árt, hogyha az idősebbek le vannak egy kicsit szabályozva, fogják vissza magukat, a fiatalabbak meg hozzá maguknak előbb-utóbb, és akkor ők azzal majd le lesznek fogva. Köszönjük szépen Eszternek és Zolinak a nagyon sok, nagyon érdekes információt, és köszönöm a figyelmet is.